Egy átfogó kérdéssel kezdem, azonban nyilvánvalóan szeretném személyesíteni, hogy számodra, gyakorló számára, a magyarországi szatyanoda tradíció vezetője számára mit jelent a jóga, hiszen a jóga jelentését próbáljuk értelmezni, erről valóban könyvtárgyi irodalomban évszázadok, sőt sok-sok szép évszázad óta. De mégis hogy tudnád megfogalmazni, hogy egyre spirituális értelemben mi a jóga lényege, másrészt a gyakorló, az úton lévő számára, hiszen azért ez két különböző dolog, ha jól tudom. Nagyon sok megfogalmazása van a jógának. Hogyha a jóga irodalmat fellapozzuk, akkor találhatunk számtalan különböző definíciót arról, hogy mi a jóga. És ezek között nagyon sok olyan van, amit mondjuk egy kezdő jógás nem is ért valószínűleg. Mit jelent az, hogy az egyéni lélek és az univerzális lélek, vagy a legfőbb lélek egyesülése? Én azt mondanám inkább a jógáról, hogy egy eszköztárat ad számunkra, amivel el tudjuk érni azt, hogy az életünket viszonylag kiegyensúlyozottan, egészségesen és boldogan tudjuk élni. Azt tudni kell a jógáról, hogy egy sok évezredes tudás, tudomány. És hogyha mondjuk egy orvos, kutató hallja ezt a kijelentést, hogy a jóga egy tudomány, akkor lehet, hogy kétségei támadnak, ugyanis a kutatásnak megvannak a szabályai. És az egyik legfőbb kritérium az, hogy ha végzek egy kutatást, akkor és az egy valós kutatás, akkor az eredménynek mindig ugyanannak kell lennie, hogyha a körülmények megfelelőek, mindig ugyanazok. A jógával kapcsolatban azonban ez a helyzet. Nagyon sokan ráléptek a jóga útjára az elmúlt néhány évezred, sokan léptek a jóga útjára az elmúlt évezredekben, és mindenkinek az lett végül is a tapasztalata, akik végigjárták az utat, amit a jóga állított. Vagyis az eredmények mindig ugyanazok voltak. Ezért a jóga azt mondja magáról, hogy egy tudomány. A jógának az eredményei tulajdonképpen leírhatók egy boldog és kiegyensúlyozott életként. Nagyon érdekes az, amit sokszor én magam is hallok, hogy a jógának az a célja, hogy megvilágosodjunk. És erre az én mesterem azt mondta, hogy ha nekünk ez a célunk, hogy megvilágosodjunk, akkor elkéstünk 500 évet. Előbb kellett volna születnünk. Az a világ, amiben mi élünk, azok az életkörülmények, az életmódunk nem tesznek alkalmassá bennünket, hogy elérjük azt a fajta magas tudatállapotot, ami a megvilágosodás jelent. Úgy is mondhatjuk, vagy mit mond azt erről, hogy egyszerűen az emberiség maga szellemi evolúciója ilyen időszakban tart, ezt tanuljuk most, hogy erre van lehetőségünk itt a Földön, vagy mit mond azt erről? Valószínűleg ez a helyzet, hogy az életkörülményeink, az életmódunk, a mentális állapotunk, a fizikai állapotunk mind azt teszi csak lehetővé, hogy a jógát úgy gyakoroljuk, hogy az valamennyire segítse az életünket. És egyébként ezt is az én mesterem mondja, hogy a jógában igazából nincs is leírva. Nincs olyan jógairat, amiben le lenne írva az, hogy a jógának a célja a megvilágosodás, vagy a szamádi. Beszél arról, hogy a szamádi egy módszer, a szamádi egy eszköz, amit lehet gyakorolni, de a célja soha nem az volt, hogy az ember megvilágosodjon. Szerinted miért van az, hogy ezekben a körökben többször felemlítésre kerül, hogy jóga egyenlő szamádi? Nem tudom. Definiáljuk, ha már behoztuk ezt a kifejezést, a szamádi mit jelent, csak akik először hallanak erről. Hát a szamádi a megvilágosodás állapota, vagy más tradíciókban nevezik móksának is. Amit erről én tudnék mondani, az az, vagy amit a jógáról tudnék mondani, az az, hogy a jóga eredeti célja, a tradíció szerint az volt, hogy megoldást kínáljon az emberek számára, arra, hogy tudják kezelni a problémáikat az életben. Milyen problémáink vannak? Ott van a testünk, ami elhasználódik, megbetegszik. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet tudjunk élni, derűsek tudjunk lenni, vagy hatékonyak tudjunk lenni azokban a dolgokban, amiket csinálunk, bármi is legyen az az életünkben, ahhoz szükségünk van egy egészséges, megbízható testre. A jóga ehhez módszereket ad. De ez nem elég az élethez. Ahhoz, hogy az életünket
valóban hatékonyan tudjuk élni, ahhoz kell egy elme is. Egy olyan elme, amit tudunk szabályozni, ami nem a saját kénye kedve szerint irányít bennünket, hanem aminek mi vagyunk az urai. És mi mondjuk meg az elménknek, hogy éppen mit csináljon. Ha azt akarjuk, hogy fókuszáljon valamire, gondolkodjon valamin, legyen kreatív, akkor azt mi döntjük el. Ha azt akarjuk, hogy ez az elme kikapcsoljon, pihenjen, akkor azt mi mondjuk meg. Ehhez szintén eszközöket ad a jóga. Eszközöket ad ahhoz is, hogy az érzelmeinket megtanuljuk kezelni. Az érzelmeink hatalmas szerepet játszanak az életünkben, és nagyon sokszor ki vagyunk szolgáltatva nekik. Vannak pillanataink, amikor emelkedett hangulatban vagyunk, boldogok vagyunk, de egy szempillantás alatt a másik végletben találjuk magunkat, és összezuhanunk, depressziósok leszünk. A jóga módszereket ad arra, hogy megtaláljuk az arany középutat. És ez az út a tradicionális jógában a testtel kezdődik, a test megismerésével kezdődik. Az a jógág, ami a testtel foglalkozik, az a hatha jóga. És a mai nyugati világban ezt ismerik a legtöbben, és ezzel azonosítják a jógát. Ez azonban egy tévedés. A hatha jóga önmagában nem a jóga, hanem hogyha egy nagy tortának tekintjük a jógát, annak csak egy pici szelete a hatha jóga. De egy nagyon fontos része természetesen, mert ezzel kezdődik az egész jóga út. Mindig is ezzel kezdődött. A hatha jógának több része van. Az első része az úgynevezett tisztító gyakorlatok, amikkel az ember kimossa magát, megtisztítja a testét különböző méreganyagoktól, szennyeződésektől. Aztán ott vannak az ászanák, fizikai pózok, amik segítenek bennünket abba, hogy a testünk hajlékonyabb legyen, az ízületeink jobban működjenek, és fölébresszük vele az energiákat a testünkben. A másik ilyen gyakorlat csoportja a hatha jógának a légző gyakorlatok, a pránajámák, aminek az a célja, hogy a felébresztett energiákat kiterjesszük a testben. És a hatha jóga alkalmaz még két másik módszert is, amiket úgy nevezünk, hogy mudrák és banták. Ezek magasabb szintű módszerek. Nem azért, mert bonyolult lenne végrehajtani őket, nem. Azért nevezzük ezeket magas szintű módszereknek, mert a tudatosságunkat kell finomítani, egy magasabb szintre emelni ahhoz, hogy ezeknek a hatásait megérezzük. Ez már egy másik jógaág, amiről most beszélünk. Az első, ahogy mondtam, a test. A testnek a kezelése, a test energiáinak a egyensúlyba hozása, azzal a céllal, hogy aztán el tudjam kezelni az elmémet. És itt érünk rá arra, amit kérdeztél. A másik jógaág, ami ezzel foglalkozik, az elme kezelésével, az a rádzsa jóga. És a rádzsa jóga azokkal a gyakorlatokkal kezdődik, amire éppen rákérdeztél. Ezeket jámának és niámának nevezzük. Ezek tulajdonképpen a jogikus életmódot hangsúlyozzák már. Azért nem kezdő gyakorlatok ezek, mert nem lehet elvárni senkitől, aki a jógával először találkozik, hogy elkezdjen a jóga szellemiségében élni, és a jógát beépítse a mindennapjaiba. Ez egy elég hosszú út. Van, akinél évekig tart, vagy évtizedekig tart, amíg eljut oda, hogy a jógát élni tudja. A rádzsa jóga, amit királyi útnak is nevezünk, éppen ezért a jáma és nejáma gyakorlatokkal kezdődnek. Ezek között vannak társadalmi szabályok, amiket nagyon egyszerűen nevezhetünk így, társadalmi szabályoknak, és vannak egyéni életvezetési szabályok. De ami érdekes, hogy nem ezek az első jámák és niámák a jógában. És tudom, hogy ez nagyon sok embernek új, de a hatha jógában, amivel az egész jóga út kezdődik, szintén vannak jámák és niámák. Leírja sok hatha jóga szöveg is ezeket a jámákat és niámákat. Ami számunkra most fontos, és azt gondolom, hogy mindannyi... Bocsáss meg, azt tisztázzuk, aki járatlan ebben, hogy mit jelent náma és niáma. A jámák azok a úgynevezett társadalmi szabályok, a niámák pedig az egyéni életvezetési szabályok. A hatha jógában vannak nagyon érdekes jáma és niáma párosok. 2016 óta gyakorlunk kettőt ezek közül. És azt mondta a mesterünk Szvámi Niranjan erről, hogy ezek a hatha jóga első jama és niámái. Ez
a Manak Prasad és a Japa. A Manak Prasad egy nagyon fontos dolog mindenki számára. Annyit jelent, hogy boldogság. Olyan dolog, olyan valami, egy olyan ajándék, ami az elmét boldogan tartja. És hogyha belegondolunk abba, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy ma kiegyensúlyozottak, boldogok tudjunk lenni, akkor mindenki értheti a lényegét ezeknek a gyakorlatoknak. És én azt gondolom, hogy ez a saját felelősségünk, mindannyiunk felelőssége, aki jogát gyakorol, hogy gondot fordítson arra, hogy minden nap gyakorolja ezt, a két gyakorlatot. A Manak Prasad annyit jelent, hogy minden nap felidézem magamban azokat a pillanatokat az elmúlt napomból, az elmúlt heteimből, amikor boldognak éreztem magam. És ennek a boldogságnak a pozitivitásával, a boldogság energiájával kapcsolódok. Fölidézem magamban, és újra átélem ezt az érzést. Mert nem minden napom boldog, nem minden percem boldog, de gondot fordítok arra, hogy ezt az energiát újra létrehozzam magamban, és kapcsolódjak hozzá. Mert ez az egész jóga útnak a lényege. Aztán a niyama része ennek a gyakorlatnak a japa. A japa mantra ismétlést jelent. Miért szükséges ez? Mi a mantra? Gyorsan ezt mondjuk el. A mantra egyszerűen hangrezgés. A hang, ami valamilyen változást tud létrehozni. Milyen változást tud létrehozni ez a hang? Ezek speciális hangformulák. A jógik rájöttek arra, hogy a hangnak óriási nagy ereje van, és azt mindannyian tudjuk egyébként is a saját életünkből, hogy a hangnak milyen szerepe van, milyen ereje van. Teremtő hang, de használják hadászatban is a hangot, hanggránátra gondolunk csak, vagy hogyha egy rockkoncertre elmegy az ember, akkor ott van egy bizonyos rezgés, amit az ember fölvesz, hogyha egy szelíd, kellemes zenét hallgat, akkor annak egy más eredménye van. A jógik speciális hangformulákat adtak a gyakorlóknak, amiknek az volt a kizárólagos célja, hogy az elmét megállítsák. Ez is egy nagyon fontos lépés a jóga útján, hogy az ember rájöjjön arra, hogy van egy elméje. Az elme egy folyamatosan működő, aktív, gondolkodó valami. És ami nagyon jó is lehet, de nagyon sokszor problémát okoz. Mert nem tudjuk mindig arra irányítani, arra fókuszálni, amire mi szeretnénk. Az elme a saját életét éli, a saját szabályai szerint viselkedik. A jógi azt mondja, hogy oké, én ezt meg szeretném tanulni, kezelni. Hogy ezt a rettentő nagy erőt, ami az elme, én tudjam használni arra, amire én akarom. Ne az elme használjon engem arra, amire ő akar. És hogyan lehet kikapcsolni az elmét? Hol van a kapcsoló ehhez? Ez a mantra. És ezt ki lehet próbálni. Ez nem ördöngösség, nem misztikus dolog. Ki lehet próbálni bármilyen egyszerű mantrával, hogyha elkezdem akár csak magamban mentálisan ismételgetni ezt a mantrát, ezt a hangformulát, akkor egy perc múlva, másfél-két perc múlva azt veszem észre, hogy a gondolatok eltűnnek a fejemből. És megáll az elme, lecsendesedik. Az elmének van egy nagyon érdekes tulajdonsága, és ezt mindenki ismeri. És ez az, hogy folyamatosan kifelé irányul. Az érzékszerveinken keresztül, a fülünkön keresztül, a szemünkön keresztül, a szaglásunkon keresztül, a nyelvünkön keresztül, a tapintáson keresztül folyamatosan a külvilággal akar kapcsolatban maradni. És különböző dolgokat akar megismerni, kipróbálni, meglátni, meghallani, megszagolni. Az elménk így működik. Ahhoz, hogy észrevegyük azt, hogy valójában belül milyenek vagyunk, milyen az mi valódi természetünk, ahogy ezt a jóga mondja, ahhoz meg kell állítanunk ezt a folyamatot, és befelé kell irányítani a figyelmünket. Nem szabad hagynunk, hogy az elménk állandóan kifelé forduljon, meg kell állítani ezt, és erre való a mantra. És a Szatyananda jógában, a mi tradíciónkban az a tanítás, az aktuális, legfontosabb tanítás, hogy ezeket kell gyakorolnunk. A boldogságot, a Manak Prasadot napi szinten föl kell újra és újra idéznünk magunkban a boldogság energiáját, a boldogság állapotát, és minden nap egy picivel tovább kell megtapasztalnunk, a másik pedig a japa, amit abban a pillanatokban használunk, amikor meg kell állítanunk az elménket, de nem tudjuk valamiért, akkor elővesszük a mantrát, ezeket a speciális hangformulákat, és ezt gyakoroljuk, és ebben a szünetben, amikor az elme megáll,
akkor tudunk befelé figyelni, és akkor fogjuk tudni felfedezni önmagunkat, saját magunkat. A jóga nem erkölcsről beszél. A jóga azzal a céllal adta a Yama és Niyama gyakorlatokat a gyakorlónak, hogy képes legyen meditálni. És ezek a Yamák, Niyamák, amikről kérdezel, és amiket egyébként a jóga gyakorlók nagy része ismer, ezek a Rádzsa jóga Yama Niyamái. A Rádzsa jógának a célja az elme kezelése. Ahhoz, hogy képes legyek meditálni, képes legyek lecsöndesíteni az elmémet, ahhoz bizonyos dolgokat be kell tartanom, bizonyos módon kell élnem. Mondok egy példát. Hogyha folyamatosan hazudok, és nekem ez a szokásom, mondjuk, hogy hazudok, akkor nagyon nehéz lesz becsukni a szemem meditációban, és ellazulnom teljesen, és csak a meditációm tárgyára összpontosítani, mert mindig ott lesz bennem egy feszültség, hogy jaj, le fogok bukni. Már nem is emlékszem, hogy kinek mit mondtam, mindig ez lesz ott a fejemben, a háttérben. Vagy hogyha valakit megbántok, durva vagyok valakihez, csúnyán beszélek valakivel. Akkor ott van bennem ez az agresszió, agresszivitás. Ez az agresszivitás lesz az, ami újra és újra előjön, és nem fog hagyni engem meditálni. Nem fog hagyni megtapasztalni a magas tudatállapotokat. Mindig el fog téríteni. Tehát a jógában ezeket a gyakorlatokat azzal a céllal adták, hogy a gyakorló meg tudja tapasztalni ezeket a magas tudatállapotokat. Valóban ugyanarra a hegycsúcsra tartunk, de általában több út vezet föl erre a csúcsra. Az eredeti jóga is ezt mondja, hogy nem csak egy út van, nem csak a hatha jóga létezik, nem csak a rádzsa jóga létezik, hanem léteznek más jóga ösvények. Ezeket hívják kriya jógának, kundalini jógának, mantra jógának, bhakti jógának, karma jógának, jána jógának. És az eredeti jóga azt mondja, hogy ezeket a jóga ösvényeket, vagy jóga ágakat, ezeket gyakorolnunk kell megfelelő módon, megfelelő mennyiségben. Ugyanúgy, ahogy az ember főz egy ételt, abban nem csak egyféle dolgot rak bele, nem csak egyféle fűszert rak bele nagy mennyiségben, hanem megfelelő mennyiségben rak bele sót, rak bele borsot, vagy piros paprikát. Az fogja megadni az igazi ízét az ételnek, attól lesz jó az étel. Ugyanígy van a jóga gyakorlással is. Kiegyensúlyozott módon kell a megfelelő mennyiségben a személyiségünknek megfelelően gyakorolni ezeket a jóga ágakat. Akár azt is mondhatjuk, hogy ugye van egy hármas egység, ugye a test, a psziché és a szellem, hogy mind a három síkkal kell dolgoznunk ahhoz, hogy harmóniába kerüljünk. Így van. A jóga azt mondja, hogy a személyiségünk több rétegből áll. Most itt ülünk. Mi, ami látszik belőlünk, az a testünk. Ez a külső burok, ez a fizikai test. De ezen kívül van még ott más is, ami nem látszik, finomabb, szubtilis testnek nevezik ezeket. A test mögötti burkot úgy nevezik, hogy energiatest. Ezek az energiáink, ezeket érezzük legtöbben. Kósák, igen. Nem akartam most ilyen szakszavakat használni, hogy mindenki értse ezeket a dolgokat. De ez a nagy energiatest, ami meghatározza azt, hogy éppen milyen fizikai állapotban vagyunk, milyen mentális állapotban vagyunk. Nagyon fontos része az energia az életünknek. A következő ilyen burka a személyiségünknek a mentális test. Ezt is mindenki ismeri. Ez az elménk. Ebbe tartoznak a gondolataink, az emlékeink, ebbe tartoznak az érzelmeink, az érzéseink. Minden ebbe tartozik. És aztán van még két másik burok is, amiről a jóga beszél, és ebből az egyik maga, amit úgy neveznek, hogy psziché, vagy a tudat, amiben minden benne van, amit valaha megtapasztaltunk. És ugye a jóga ezzel foglalkozik főleg, hogy megismerjük ezeket a területeinket, kapcsolatba kerüljünk velük, mert most a kapcsolatunk nem élő. Kicsit távol vagyunk önmagunktól. Ez a személyiségünknek a része, de mégsem ismerjük. Ezért is mondják azt, hogy a jóga önismereti út. És van még egy nagyon finom burka a személyiségünknek, amit úgy nevez a jóga, hogy boldogságtest, vagy van, aki úgy szereti nevezni, hogy lélek, van, aki szellemnek nevezi, bármelyiket lehet használni, mindegyik jó. És tulajdonképpen ez a célja a jógának, hogy ezt megtapasztaljuk, ezzel újra kapcsolatba kerüljünk. Mielőtt a tradícióra rá
hírünk, amit te képviselsz, két kérdés, az egyik múltba vezet vissza. Mi a véleményed arról, hogy végül is itt a Föld nevű bolygón valószínűleg minden kontinensen, sőt akár azt is mondhatjuk, hogy valamennyi kultúrába kifejlődött a jóga, csak aztán ez elhalt meg, változásokon ment keresztül, de valahogy főleg India őrizte ezt meg. Mit gondolsz erről, mert vannak ilyen, én könnyen asszociálok erre, meg vannak ilyen állítások is. Igen, igen, sokan azt gondolják, hogy az a jóga Indiából ered. Bizonyítékok vannak arra, hogy a jóga egykor a Föld minden részén jelen volt. Ez a tudás ott volt minden... hogy a jógikus tudás egykor ott volt minden kultúrában. Dél-Amerikában, Kolumbiában rengeteg ilyen emléket találtak, leleteket találtak, Afrikában is, Skandináviában is. És India volt az egyetlen olyan kontinensnyi ország a világon, amelyik olyan feltételeket tudott teremteni, vagy fenntartani, ahol a jógik meg tudták őrizni ezt a tudást. Körülbelül a múlt század közepéig a jóga egyáltalán nem volt ismert dolog, még Indiában sem. Az, amit ma látunk, hogy a világ minden pontján jóga stúdiók vannak, jóga tanárok vannak, és mindenki jógázik, nincs olyan háztartás talán a világon, ahol nem ismerik a jóga szót. Nemzetközi jóga világnap is van. Ez azért 100 évvel ezelőtt, 80 évvel ezelőtt nem így volt. Indiában olyan nézetek voltak, például bizonyos jóga gyakorlatokról, hogy azok nagyon veszélyesek lehetnek a fizikai egészségre, vagy a mentális egészségre. És ezt hangsúlyozzuk, hogy ez egy darabig még Indián belül is így volt. Ez Indián belül is így volt, természetesen. Sőt, az első jógi, aki elutazott nyugatra, Indiából, Amerikába ment, Swami Vivekananda, az 1800-as évek közepetáján egy kongresszusra hívták őt meg, és ott adott elő, nagyon nagy sikerrel. Ő beszélt a jógáról, de ő még nem beszélt jóga gyakorlatokról. Nem volt szó jóga gyakorlatokról. Ő a jóga filozófiájáról beszélt, az alapelveiről beszélt, de egyetlen egy jóga gyakorlatot sem említett. És ez az 1860-as években volt. Az 1920-as évek környékén kezdődött az, hogy egy elég nagy mester, akit Indiában szentnek tartottak, vagy tartanak a mai napig is, Swami Sivananda, letelepedett Rishikesben, föladta az orvosi hivatását, és elkezdte gyógyítani az embereket teljesen ingyen egy kis városban, a Ganges partján, és ő kezdett el jóga gyakorlatokat adni az embereknek. Azt mondta, hogy erre a fizikai problémára, betegségre végezze ezt a gyakorlatot. Itt van ez a gyógyszer, ezt odaadom neked, de nem elég, hogy beszeded. Ami alapvetően a jóvédikus készítmény volt. Igen, hanem itt van ez a jóga gyakorlat. Végezz ezt, és jobban leszel tőle. Ő volt az, aki elkezdte a jóga gyakorlatait az embereknek átadni. És az 1960-as években az ő tanítványai kezdték el járni a világot, az ő utasítására egyébként, hogy átadják ezt a jóga tudást a nyugati embereknek is. Az emberek a hatha jógával, és a hatha jógán belül is csak az ászanákkal azonosítják a jógát. Ez egy elég téves dolog. És én azt gondolom, hogy azok az emberek nem nevezhetik magukat jóginak, akik csak ászanákat gyakorolnak. Ahhoz, hogy elérjük azt, amit a jóga kínál számunkra, ahhoz szerintem nem nehéz belátni, hogy mást is kell csinálni, nem csak a testünket tornáztatni. Hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ő szívesen járatná a gyerekét egy olyan iskolába, ahol csak tornaóra van, azon nagyon elcsodálkoznék. Vagy hogyha mondjuk valaki egy olyan matek órára járna folyamatosan, ahol mondjuk csak összeadás van, és nincs semmilyen más művelet, azon is csodálkoznék. És azt mondjuk erre, hogy persze, ez így van, igaz, de közben mit csinálunk a jógával? Mit csinálunk a jógával? Kiveszünk belőle egy dolgot, és azt mondjuk, hogy ez a jóga. És fejjel állunk a szabadsághíd tetején, meg a metró mozgó lépcsőn, a Facebookon posztolgatunk magunkról képeket, és azt mondjuk, hogy én egy jógi vagyok. Ez vicc. A jóga az sosem ez volt. És soha nem is lesz ez. Ez az emberek téves megértése. Azt gondolom, hogy a jógát, hogyha komolyan akarjuk venni, és
A másik, amit gondolok, hogy itt az ideje, hogy komolyan vegyük a jógát, hogyha jót akarunk magunknak, akkor el kell kezdenünk úgy gyakorolni, ahogy az a jógában le van írva. Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon sokféle célért kezdünk el jógázni. Elkezdhetünk jógázni azért, mert nem tudunk aludni, és szeretnénk aludni végre. Lehet, hogy meghíztunk, és le akarunk fogyni. Ez is lehet egy cél. Vagy nem tudok lehajolni, bekötni a cipőmet, mert fáj a derekam. Hajlékonyabb akarok lenni. Ez is lehet egy cél. Ez mind rendben van. Elkezdjük a jógát gyakorolni, és mondjuk elérem a célomat. Tudok aludni, lefogytam egy kicsit, be tudom kötni a cipőmet. Nem szabad abba hagyni ilyenkor a jógát, hanem el kell kezdeni a jógát azért gyakorolni, amiért a jóga van. A jóga nem azért van, hogy jól tudjak aludni, be tudjam kötni a cipőmet, vagy ne legyen nagy a pocakom. A jóga azért van, hogy az egész életemet tudjam kezelni. Ahhoz, hogy az egész életemet tudjam kezelni, minden részével kell foglalkoznom. És a Szatyananda jóga tradíció ezért egy nagyon különleges tradíció a mai világban, mert megadja nekünk az összes módszert ahhoz, hogy ezt megtegyük. Tanítja a jóga valamennyi ágát, és ez egyedülálló. Nem csak beszél róla, hanem gyakorlatokat ad minden egyes jóga ágban, olyan technikákat, amit bárki végre tud hajtani. Nem kell hozzá jóginak lenni, nem kell hozzá elvonultságban élni, vagy elutazni Indiába. Itt Magyarországon, egy városban lakva is tudja gyakorolni a jógát. A mi mesterünk elnevezte ezeket a nagyon egyszerű módszereket jóga kapszuláknak. És azt mondta, hogy ugyanúgy, ahogy reggel beveszed a C-vitamin kapszuládat, vagy a bármilyen vitamin készítményt, ugyanúgy használd a jógát is kapszulaként. Reggel végezz egy ászana kapszulát, végezz néhány ászanát, 3, 4, 5 ászanát, 10 perc alatt, 15 perc alatt. Aztán vegyél be egy légzőgyakorlat kapszulát is, mert az nagyon fontos, hogy a légzésed rendben legyen, és megfelelő mennyiségű oxigénhez jusson a szervezeted. Ez a légzőgyakorlat kapszula. Akkor, mikor hazaérsz a munkából délután, akkor végez egy relaxációt. Ez a relaxáció kapszula, 10 perc, 8 perc, kinek mennyi ideje van. Este meditáció kapszula, 10 percben. És hogyha az ember összeadja ezeket a rövid gyakorlásokat a nap folyamán, akkor azt látjuk a végén, hogy hát majdnem egy egész órát gyakoroltam, jógát. És hogyha ezt csinálom rendszeresen, az életem részeként, minden nap, akkor el tudom mondani, hogy élem a jógát. Június 23-án lesz egy Szatyananda Jóga nyílt nap, amivel kapcsolódunk egyébként a Nemzetközi Jóganapi Ünnepség sorozathoz, amit az Indiai Nagykövetség szervez. Ezen a napon reggel 10-től este 8-ig várjuk az érdeklődőket, és kipróbálhatják a jógát, a jóga életmódot. Minden olyan gyakorlat lesz ezen a napon, amit az ásramban szoktunk csinálni. Lesz hatha jóga, rádzsa jóga, mantra jóga, karma jóga, havan, tűzszertartás, kirtan, bhakti jóga gyakorlatok. Nagyon érdekes és nagyon színes program lesz. Kirtan mantrák, éneklés, így van, hangszerekkel. Így van, így van. Tehát ezen a napon ki lehet próbálni gyakorlatilag mindent, amit az ásram tud kínálni. Az étkezés is benne van az árban, ami ingyenes, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel látunk erre a napra.